Sziasztok, Szilvi vagyok. Ez pedig itt a kreatív tanítás. Először is nagyon szépen szeretném nektek megköszönni, hogy már 850-en, most már egy icipicit többen is, mint 850-en iratkoztatok fel a csatornámra, és követitek, hogy milyen kreatív tanítási ötleteket mutatok nektek. És ma egy nagyon gyors videót szeretnék nektek mutatni. Ugye a Bitmoji Classroomunkban sokszor szembesülünk azzal a problémával, hogyha szeretnénk beilleszteni mondjuk egy szőnyeget, egy bármilyen bútort, akkor egyszerűen perspektívikusan nem illik oda. Mutatok is erre egy példát. Most már letöltöttem. Ugye én ahhoz, hogy ilyen képeket szedjek le, ezt a PNG Flow nevezetű oldalt használom. És mondjuk én szeretném itt ezt kiválasztani, ezt a kis piros szőnyeget. Ehhez egyébként ezeket a kulcsszavakat kell itt beírni. Hát ez most nem a legdekoratívabb szőnyeg, de a célnak megfelel. Letöltöm. Ugye ez bármilyen szőnyeggel meg lehet tenni, vagy bármilyen bútordarabbal. Hogyha lementitek innen a gépre, akkor ugye ez kivágja a hátteret, és csak magát a képet fogjátok tudni beilleszteni. Lementjük, és elnevezzük mondjuk szőnyeg 2-nek. Lementettem. És hogyha én ezt szeretném beilleszteni az én kis osztálytermembe, illetve ez most itt nem egy osztályterem, de lényegtelen. Szóval, hogyha szeretném beilleszteni, akkor ugye rámegyek erre az insertre, image, és upload from computer. És itt ugye beírom a szőnyeg 2-t, hiszen ez volt nekem az a szőnyeg, amit be akarok illeszteni. Na nézzük meg, hogy ez így most hogy néz ki ide. Hát, hogy így látjátok, bármit csinálok, hát ez hogy fog kinézni? Itt túl kicsi, meg egyébként is. Na tehát, ez nem jó, ezt így nem csináljuk, kitörlöm. Viszont van egy oldal, amit tudunk erre használni. Ez a lunapic.com, ez lesz az, amit használni fogunk. Beírom, hogy előről kezdjük az egészet, hogy lássátok a folyamatot. Tehát lunapic. Tehát rámentek itt erre az uploadra. Ide a szőnyeg 2-t megnyitjátok. Bocsánat, itt kint füvet nyírnak, úgyhogy ezt lehet, hogy halljátok. A legjobb időt választottam erre a videó elkészítésére. Tehát ez egy PNG típusú kép, nincs háttere. Hogyha lenne háttere, akkor itt az editre kell menni. Ugye olyankor itt fehér, körbe-körbe, itt fehér végig, hogyha van háttere. Rámentek akkor az editre, és erre a transparent backgroundra. És akkor eltávolítja a hátteret. Most ennek is megpróbálja eltávolítani, itt nem szükséges ugye azért, mert ez tényleg ki volt vágva, de... És látjátok, egy kicsit így meg is koptatta. Nem baj, most már így hagyjuk. Tehát ott arra kell menni. Ezután a következő lépés, hogy az adjust-ra, ez lesz a negyedik bal oldalról, amire rá kell menni, és itt középtájt ezt a perspective nevezetű gombocskát kell megnyomnunk. Ez most azt fogja nekünk eredményezni, hogy megjeleníti a képet, és a négy sarkába négy kis piros pöttyöt rakod be. Látjátok, itt vannak a kis piros pöttyök. És mi ezeket így meg tudjuk ilyenkor így húzgálni olyan irányba, ahogy szeretnénk. És hogyha már úgy nagyjából elégedettek vagytok vele, hát én ezzel még mondjuk nem, mondjuk lehúzom egészen idáig. Így. Jó, mondjuk legyen. Akkor nem kell lementenetek még sehova, jobb klikkel rámentek, és kép másolása. És akkor utána bejöttök ide a termetekbe, ahova be akarjátok illeszteni, berakjátok. Érdemes bekeretezni ugye ezzel a crop image-gel. Tudjátok, itt a feketét kell húzni. És méretre igazítjuk. Ugye ez még nem a végleges képünk, mert ezen még látszanak azok a kis pöttyöcskék. De szerintem nagyjából jó. Nekem tetszik. Jó, akkor ez így jó lesz. Oké, akkor hogyha ez megvan, így van,
Itt azt írja, hogy ha megcsináltad, és már úgy néz ki, ahogy szeretnéd, akkor menj rá erre az apply gombra. Már egyébként úgy is be lehetett volna illeszteni, ahogy az előbb volt, de mindegy, mi most így csináljuk. Rámentünk, és itt alul erre a Save gombocskára kell mennünk. És akkor szőnyeg 2.2. Ez lesz a neve. És ráhúzom ide. És látjátok, most már nincs a sarkába ott az a négy kis piros pötty. Viszont pont úgy néz ki, ahogy szeretnénk. És ezt bármivel meg lehet csinálni. Tényleg, látjátok, hogy itt is egy kis keretezés. Így. Azért szeretem bekeretezni, mert úgy nem lóg mindenhova át. Hogyha bármilyen más szőnyeget szeretnétek, és nem találjátok meg mondjuk ezen a pngflow.com oldalon, akkor azt javaslom, ezek a szőnyegek például nagyon jók szerintem. Én ezt a Carpet 20 dot, tehát olyan szőnyeg, amin 20 darab pötty van, ezt Amerikában használják, erre ültetik, minden pöttyre kell egy gyereknek ülnie. És hogyha egy ilyet szeretnétek, akkor csak rámentek ide a képre, jobb klik, képmentése másként, és beírjuk ide, hogy ez legyen nekünk akkor a szőnyeg 3, jó? Mentés. Megint átmegyünk erre az oldalra, visszamegyünk az a kezdő oldalra. Upload, feltöltés, és most megmutatom a tényleges kivágást, mert ugye ennek lesz egy fehér háttere. Mert itt most csak egy képként mentettük le. Így. Na, itt van nekünk a szőnyegünk. Én biztosra akarok menni, eltávolítom a hátteret. Szerintem rendben van. Itt mutatja egyébként az ilyen előtörténetünket, hogy mit csináltunk. Az adjust-ra megyünk, perspective. Megvárjuk, amíg megjelenik a négy kicsi pöttye. Ez ugye, hát ez itt most elég picike. Én egy kicsit meg fogom ezt nagyobbítani. Hoppá, húzzuk, húzzuk, húzzuk. És hát ugye el lehet itt vele szórakozni, hogy mikor lesz jó. Picit még lejjebb húzom. Hát mondjuk legyen így. Apply. Jó. Bepróbáljuk ugye a termünkbe képmásolása. És mondjuk ezt tegyük be egy másik osztálytermembe, csak hogy ne ugyanaz legyen. Kiválasztom mondjuk, nézzétek, csak legyen ez. Ezt már ismeritek, ezt a szőnyeget innen kitörlöm, beillesztem ezt. Ugye itt tudjuk, hogy majd át kell állítani, és itt például valahogy, hát valahogy nem az igazi még, de mondjuk nem rossz. Sőt, most már tetszik. Jó, akkor jó lesz. És én itt például most nem is látom azt a négy pici pöttyöt, de azért, mivel szeretném, hogy le legyen mentve a gépemre is, hogyha később szeretném használni, ezért rámegyek a szévre, és beírom szőnyeg 3.3. És így fogom beilleszteni ebbe a termembe. Így csináltam, hogy egy kicsit megnagyobbítottam. És ugye, amit még meg kell most tennünk, mivel a szőnyeg van a legfelső szinten, hogy jobb klikkel rámegyünk, order, és hát hátrébb kell, hogy küldjük. Még hátrébb. Teljesen hátra küldtem. Na, és meg is van a szőnyegem. És így mennyivel jobban néz ki, mint egy ilyen sima állított képpel. Megmutatom, hogy milyen lenne eredetibe. Ugye így néz neki eredetileg, és mi csináltunk belőle egy ilyet. Hogyha úgy gondoljátok, hogy hasznos volt nektek ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nyugodtan írjátok meg a kérdéseiteket ide a kommentekbe. Sziasztok!
Sziasztok!